Dobrý večer, milí diváci, vítám vás pri obrazovkách. Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. 13. februára sa v miestnom kultúrnom dome konala výročná členská schôdza jednoty dôchodcov. Február 13-án tartotta a helyi nyugdíjas egyesület évzáró taggyűlését a kultúrházban. Schôdzu zahájila Terézia Kincerová a privítala hostí a prítomných. Ďalej predstavila programové body. Az ülést Kincer Terézia nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és ismertette az ülés menetét. Akkor jó napot kívánok! Tisztelt tagság, szeretettel üdvözlöm minden jelenlévőket, társunkat. Továbbá üdvözlöm falunk polgármesterét, Domin Istvánt, a járási szervezet kitűnőteit, Kavicin Magdika, a járási szervezet, Pajda Irikét, és tisztelt mindjártak. Neskôr nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpila žiačka základnej školy Károlya Dömeho Noémy Kurinová, ďalej Kornélia Dudášová-Kurucová, ako aj spevácky súbor Búzavirág. Majd kultúrműsor vette kezdetét, melyben fellépett a Döme Károly alapiskola tanulója Kurina Noémy, Dudás Kuruc Kornélia és a Búzavirág énekkar. Felnevelve unokát, családot,
Kultúrnom programe predsednička jednoty dôchodcov Júlia Bulajčíková referovala o činnosti organizácie za uplynulý rok. V úvode svojho príhovoru poprosila o minútku ticha na počesť zosnulých členov. A kultúrműsor után a szervezet elnöke Bulajcsik Júlia számolt be a szervezet tevékenységéről a 2013-as évben. Beszédének elején egy perces néma csendet kért az elhunytak társak tiszteletére. A tagság számát már eddig is sikerült gyarapítani, viszont 8 tagunk örökre eltávozott sorainkból. Kérem Önöket, felállással tisztelegünk emlékét. Vezetőségünk szükség szerint ülésezik, negyed évente mindenképpen taggyűlést, évente egy alkalommal tartunk. Následne uviedla, že členovia organizácie sa aktívne zúčastňujú na podujatiach obce a pri ich prípravných prácach. Jednota dôchodcov úzko spolupracuje so zväzom ľudí postihnutých civilizačnými chorobami, viacerí sú totiž členmi oboch organizácií. Na konci svojho príhovoru poďakovala sponzorom a obecnému zastupiteľstvu za podporu, ako aj členom za vykonanú prácu v rámci organizácie. A továbbiakban elmondta, hogy a szervezet tagjai aktívan kiveszik részüket a községi rendezvényeken és azok előkészületi munkálataiban. Az egyesület szorosan együttműködik a civilizációs betegségekben szenvedők egyesületével, sokan mindkét szervezet tagjai. Kiértékelő beszéde végén köszönetet mondott a szponzoroknak és a községi önkormányzatnak a támogatásért, valamint a tagoknak a szervezetben elvégzett munkájukért. Köszönet tagjainak, akik bármilyen módon segítették munkánkat. Szeretettel kívánok mindannyiuknak sok jó egészséget 2014-es esztendőjére. O hospodárení s finančnými prostriedkami referovala pokladnička Csilla Prónyková. A pénztári beszámolót Prónyik Csilla olvasta fel. Príjmy roku 2013 boli nasledovné. Základne a zapojiť nových členov do činnosti szervezetünk legfőbb feladata a tagság bővítése, és új tagjainkat szeretnénk bekapcsolni szervezetünk tevékenységének. Sústavná spolupráca
Pracovný plán na rok 2014 prečítala predsednička organizácie Júlia Bulajčíková. A 2014-es évre szóló munkatervet szintén a szervezet elnöke Bulajcsík Júlia olvasta fel. Más szervezetekkel igyekszünk jó kapcsolatokat ápolni a civilizációs betegek szervezetével. Budeme naďalej navštevovať chorýčenov, pomáhať im pri vybavovaní rôznych sociálnych náležitostiach, továbbra is rendszeresen látogatjuk hogy beteg tagjainkat, segítünk fontos ügyeik intézésében, felköszöntjük jubilánsainkat. A v roku 14 plánujeme navštevovať rôzne kultúrne spoločenské podujatie v obci a mimo obce, hlavne divadelné predstavenia. 2014-es évben részt veszünk a faluban és a környéken, a kulturális eseményeken, színházlátogatás, szervezét is folytatjuk. Budeme propagovať zmysel našej dobrovoľníckej práce, hlavne spolupráce s obecným úradom pri organizovaní upratovanie verejných priestranstiev a iné dobrovoľné práce. Szeretnénk terjeszteni önkéntes munkánk értelmét, főleg az önkormányzattal, közösen megvalósító akciók segítségével, például takarítás, falu, közterületek. Nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali kvetinu a malý darček. Ezután következett a jubilánsok köszöntése, akik egy szál virágot és kis ajándékot kaptak. Milí seniori, ja vám chcem v mene okresného výboru
jednoty dôchodcov Slovenska ZAFE a všetko najlepšie k vašej schôdzi a poďakovať sa vám všetkým za vykonanú prácu za minulý rok. Tisztelt jubiliósok, engedjék meg, hogy a magam és Izsákösség önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntsek mindenkit a mai évzáró ülésükön. V diskusii sa viacerí ujali slova, medzi nimi aj starosta našej obce István Domín, ktorý poďakoval organizácii za prácu a zároveň zaprial dobré zdravie všetkým členom. A vitában többen is felszólaltak, többek között falunk polgármestere Domin István is, aki megköszönte a szervezet munkáját, továbbá sok sikert és jó egészséget kívánt a szervezet tagjainak. Külön megtiszteltetés számomra az, hogy nap mint nap tudunk találkozni az utcán, tudok önöknek köszönni, és ezért is vagyok büszke arra, hogy a szülőközségemnek a polgármestere lehetek. Kívánok önöknek a jövővel nézve is hagyományteremtő és hasznos munkát, valamint jó erőt, egészséget. Köszönöm szépen! Terézia Kincerová predniesla návrh na uznesenie, ktorý členstvo jednohlasne schválilo. A határozati javaslatot Kincer Terézia olvasta fel, amit a tagság egyhangúlag el is fogadott. Po záverečnom slove prítomných pohostili malým občerstvením. A zárszó után frissítővel kedveskedtek a jelenlévőknek. 1. marca sa v kultúrnom dome uskutočnila záverečná členská schôdza obecného športového klubu. Március 1-én az Izsai Sportklub is megtartotta évzáró taggyűlését a helyi kultúrházban. Vážení hráči, na neposlednom rade je to najdôležitejšie, čo ja považujem, vážení členovia Ojuška Iža klubu. Dovoľte, aby som vás privítal na tejto výročnej schôdzi. Ako tista razajdejšie, ja Dekošok, nám odložšo Šorvan, Lak Fontošava, tista tagok. Szeretettel üdvözlöm önöket a mai évzáró gyűlésen. Zúčastnených privítal Norbert Orszák, podpredseda športového klubu. Zároveň oboznámil prítomných s programovými bodmi. Az egybegyűlteket Ország Norbert, a sportszervezet alelnöke köszöntötte és ismertette a gyűlés menetét. Povie pár slov, ako sme hospodárili. Môžete sa potom pýtať, alebo lepšie bude diskusie, keď sa spýtate na pár vecí, čo nebude jasných. Potom bude nasledovať pri príležitosti 80. výročia organizovaného futbalu v Iži. Si pripomenieme pár dôležitých osobností v tomto športe, čo spravili pre túto dedinu veľa. A pripomenieme si ich nejakými vecnými cenami. Nasledovať bude večera, diskusia a po nej večera. Vážení členovia, uplynul rok v živote športovej organizácii a prišiel čas, aby sme preukázali doteraz dosiahnuté výsledky našej činnosti. Čo sme urobili dobre alebo zle, to za nás usúdia iní v budúcnosti. Novo vyvolené riadenie sa s veľkým elánom vrhlo na nové úlohy. Na prvom zasadnutí som ich prosil, a aj som aj očakával, aby sme úprimne a s čistými kartami splnili naše úlohy. Za najdôležitejšiu vec som považoval a aj považujem dobre organizovanie členstva. Po ňom nasledoval príhovor predsedu klubu Žolta Bakaiho, ktorý referoval o činnosti klubu v uplynulom období, v ktorom spomínal na zakladateľov klubu z roku 1934 a na udalosti za uplynulých 80 rokov v oblasti športu. Őt követte a klub elnökének, Bakai Zsoltnak beszámolója az elmúlt időszakról, melyben megemlékezett a klub 1934-es megalapítóiról és az elmúlt 80 év jelentősebb eseményeiről a sportterén. Stanovili na 12 eur ročne, z čoho sme kúpili samohybnú kosačku, ktorá je už teraz našou neodmysliteľnou súčasťou, pretože nám pripravuje ihrisko na zápasy. Je veľmi dôležité, aby sme s členmi udržiavali neustály kontakt, preto sme usporiadali na futbalovom ihrisku brigádu, kde sme vyčistili plochu zarastenú burinou.
Ak sa dobre pamätám, bolo nás 46. Radi by sme to zorganizovali aj tento rok. Všetci dobre viete, že naša športová organizácia v Níži oslávi svoje 80. výročie. Dovolte mi hoď aj povedať pár slov. Ja si myslím, že na začiatok by sme mali spomenúť mená zakladateľov, aby sa na nich nezabudlo. Tudják idén ünnepén Izsai Sportszervezet 80 éves évfordulóját. Engedjék meg, hogy egy kis csokorba gyűjtött legendát mondjak. Úgy gondolom, az alapító tagok neveit meg kell említeni, ne törlődjenek ki emlékezetünkből. Zakladatelia Rosnyiku, 1934-ről beszélünk. Bakulár Lajos, Hajtman István, Németh Vilmos, Szabó János, Horváth András, Pap András, Kugyi Géza, Mészáros Imre, Mészáros Ferenc, Mészáros József, Stancsik János, Olegra Imre, Ivicsics Anton, Markovics István, Németh István, Németh Károly, Fenekes Lajos, Fenekes Károly, Máté András, Horváth István, Zámbó István, Zámbó Vilmos, Horváth Vilmos és Kovács József. A községnek az 1650 euró, amivel a község hozzájárult. O využívaní finančných prostriedkov a stave pokladnice informoval Peter Sipos. Az anyagi eszközök felhasználásáról és a pénztár állásáról Sipos Péter tartott beszámolót. Vedenie športového klubu niekoľkým svojim členom odovzdalo pamätný list a malý darček za vynikajúcu prácu v oblasti športu. A športklub vezetősége néhány tagnak emléklapot és kis ajándékot adott át kimagasló tevékenységük elismeréséért a sport területén. Négy személyt választott ki, akik úgy gondoltuk, hogy legalábbis mi, amire emlékszünk, sokat tettek a Izsai Sport szervezet működéséért, és egy diplomot, egy emléklapot és egy pohárral szeretnék megköszönni eddigi munkájukat. A ötödik pohár pedig a polgármesteri hivatal illeti, mivel minden évben, évekkel visszamenőleg is támogatta a Izsai Sportot, és ezt megköszönve szeretnék átadni egy emléklapot, ami valahol a falra kiakaszt a polgármesteri. Először is szeretném a személyeket kihívni itt egyesével, és szeretném gratulálni nekik, és megköszönni eddig munkájukat. Az első volt a inzsinyér Varga Tóval. Legyen szíves, Varga Tóval!
Predseda Žolt Bakaj hovoril aj o plánoch klubu na nasledujúce obdobie, medzi ktorými bude aj slávnosť na počas 80. výročia vzniku športového klubu. Bakaj Žolt elnök a klub terveiről is beszélt az elkövetkezendő időszakra, melyek között szerepel a 80 éves évforduló méltó megünneplése is. V diskusii sa viacerí ujali slova vzhľadom každodenného života klubu. A vitában a sportklub mindennapi életét érintő felszólalások hangoztak el. A községi önkormányzat nevében szeretettel köszöntsem Önöket itt a kultúrházunkban, és üdvözöljem ezt az évzáró gyűlést. Szeretnék gratulálni a vezetőségnek, a csapatnak az elért eredményekhez, már ne csak, hogy bírálat érje őket, hanem tényleg dolgoztak ezért az eredményért. Nagy megtiszteltetés számomra, és valóban nem tudtam róla, hogy a hivatal megkapja az Izsai Sportszövetségnek a kitüntetését. Én magam is sportkedvelő ember vagyok, bár focizni az életemben nem tanultam meg sajnos. De nagyapám az 1934-ben alapított sportszövetségnek a szintén tagja, Hajtman István, Isten gyógyosztálya. A községi hivatal, a községi önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a sportszövetséget. Tavalyi év folyamán megemeltük a támogatást, ezért lehetett idén ez már 6500 euró, úgy ahogy tavaly is. Ezen kívül szeretnénk segíteni még a kultúrháznak a díjmentes bérbeadásával, amit a bárra is felajánlottunk, a konyhának az egész apparatúrájával együtt, úgy ahogy a mai nap folyamán is. Mert a srácok, akik hetente reprezentálják a községet és kimennek a pályára és harcolnak a községért, nem maguknak csinálják, hanem itt a minden helyi lakosért. Én sem azért hordom magamon Izsa község címerét, mert magam miatt, hanem azért, mert hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy ennek a községnek, a szülőfalunknak a polgármestere lehetek. Köszönöm szépen, és kívánok további sok sikert mindenkinek! 21. februára sa na chodbe základnej školy Károlya Dömeho konal maškárny ples, kde sa nie len žiaci, ale aj učitelia odeli do kostýmov. Február 21-én karneváli hangulat uralkodott az Döme Károly alapiskola folyosóján, ahol nem csak a diákok, hanem a tanítók is jelmezbe bújtak. Predviedli sa tu rôzne kostýmy. Mohli sme vidieť princeznú, bosorku, kominára, rokovú hviezdu, väzňa, sanitkára, transformera, smajlíkov, kauboja, trpazlíka a ešte ďalších. A farsangi forgatagban ötletes jelmezeket láthattunk, úgy mint hercegnőt, boszorkányt, kéményseprőt, rockstárt, rabot és műtős fiút, cowboyt, törpét, smajlit, transformerst és pompomlányokat.
királylány. Van egy kis királylányunk az elsőben. Egy katona. Halljunk, egy katonánk is van, jobb, ha félünk, mint a bár. Egy cica, egy első cica. Jaj, de szép partincák, tudod, minden rendben. Egy herceg kisasszonyunk is van. Bácsink is van, vagy nélik, nem tudom megmondani. Megtudjuk. Van egy koszorús lányunk. Pincér. A negyedikből pincér. Véres öreg asszony. És egy véres öreg asszony. De mi történhetett vele? Gyere vissza, mondd el, mi történt vele. Hát mit csináltam? Megkergetett a rokon, vagy a kutya, vagy mi? Elvágtam magam. Jaj, ennyire főztél, ennyire dolgoztál otthon, na hát. Nagymaminak már vigyázni kell. Köszönjük. Transformers. Transformers. Ajaj, támadnak a Transformers, hogy borzasztok. Batman. Batman. Láska. Pillangó, lepke. Rendesen mutatnak meg a szárnyait.
mergelődést tudtok? Nem. Úgy kell, hogy mergelődjetek. Nyávon jöttek is még egy. Tohtoročný maškárny ples nehodnotila porota, ale každé dieťa v maskách dostalo darček. Az idei jelmezbálon nem volt zsűri, de minden jelmezbe öltözött gyerek ajándékot kapott. V časti maškárneho plesu sa žiaci mohli zúčastniť rôznych hrách šikovností, ako napríklad pripravenie rôznych masiek, stoličková hra a jedenie koláča. Na konci maškárneho plesu bol vyhodnotený jesenný zber papiera. A maszkabál második részében ügyességi versenyeken vehettek részt a gyerekek, ahol maszkot is kellett készíteni, de volt még székfoglaló és kalácsevő verseny is. A farsangi bál végén az őszi papírgyűjtés eredményeit is kiértékelték. Februára miestny fitness klub organizoval v kultúrnom dome tretí valentínsky batúškový ples. Február 22-én rendezte meg a fitness klub harmadik Valentin napi batyusbálját a helyi kultúrház nagytermében. Kedves vendégeink! Ples spoločne zahájili Ferenc Čókás a starosta našej obce István Domin a zároveň plesujúcim zapriali dobrú zábavu. A bált Csókás Ferenc és falunk polgármestere Domin István nyitották meg, akik jó szórakozást kívántak a bálozóknak. Köszönöm szépen! Ezt a témadékot engedjék meg, hogy Kisakösség önkormányzata és a magam nevében szeretettel köszöntsek mindenkit Kizsán a szépen felújított kultúrházunkban. Külön öröm számomra az, hogy a község élénk kulturális élete mellett a fitness klub is nagyon jól működik. Ezért is sikerül már harmadik alkalommal megrendezni a mai fitnessbált. Külön köszönet a szervezőknek, Dudás Tibornak, Csókás Ferencnek, és bár kérte, hogy nem nincsen meg Bélai Pityunak is, valamint Molnár Évának, és hát nem is marad más hátra, mint a kívánnak önöknek nagyon jó szórakozást, és ezennel a bált megnyitom. Köszönjük szépen a polgármesterünknek a szavakat, és köszönjük, hogy megtisztelt bennünket a bálunkkal.
Még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit a magam nevében és a Fitness Klub nevében. Örülök, hogy ilyen szép számban összejöttünk. Köszönet a szervezőknek. Ez nagy jó hangulatot, remélem jó hangulatot fogunk teremteni. Összejöttünk, megköszönöm a falunak, a önkormányzatnak és polgármesterünknek, hogy ez a termet ingyen használhatjuk, továbbá az összes szponzoroknak, akik ezt az estét szponzorálták. Ti is segíthettek ebben, ugyanis majd fogjuk árulni a tombolát, 50 centért meg lehet majd vásárolni, és lehet majd támogatni a Fitness Klubot. Köszönjük szépen, és nem maradt hátra, beszeretnék önöknek mutatni nektek a komáromi zenekart, a partner zenekart, akik remélem, hogy az est folyamán nagyon jó hangulatot fognak teremteni nekünk. Ehhez kívánok mindjártoknak nagyon jó szórakozást, nagyon jó hangulatot, és akkor kezdődjön a bál. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. A Duna itt van, és most már lehet táncolni. Presujúcimi bola najmemladšia generácia a pri zaznení dobrej hudby sa pustili do tanca, hlavne keď zhasli svetla a sálu osvetlilo len niekoľko neónov. Šťastlíci si po losovaní tomboli mohli odniesť domov hodnotné výhry. A főként fiatalokból összetevődő társaság a jó zene hallatán táncra is perdült, főleg miután kihunytak a fények és egy-két neon világította meg a termet. A szerencsések az évféli tombola húzás után értékes ajándékokkal térhettek haza.
diváci. Ďakujeme za vašu pozornosť, prajeme vám príjemný zvyšok dnešného večera a s novým programom sa stretneme 30. marca. Dovidenia. Kedves nézőink, köszönjük szíves figyelmüket, köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Új adással március 30-án jelentkezünk majd. További kellemes estét, a viszontlátásra!